Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. Műsorunk támogatója a tibormodel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával. 3-2-re módosult Miami-ben a Verstappen Leclerc csata, továbbra is csak a világbajnoki címvédő és a Ferrari kihívója tudott futamot nyerni az idei szezonban. Hogy mi történt a napfény államában, mi történt Floridában az első Miami nagydíjon, azt a következőkben állandó harcostársammal, a még mindig a helyszínen tartózkodó Mészáros Sándorral fogjuk kibeszélni. Szia, Sanyi! Benvenidos, üdvözlöm a kedves hallgatókat, szia, Gergő! Mindenekelőtt azt a kérdést föl kell tennem, hogy azért tervezel hazajönni Miami-ből, vagy úgy döntöttél, te most már maradsz? Nagyon jó kérdés. Amilyen csodálatos állam Miami, Florida, hát az ember nyilvánvalóan fontolóra veszi azt, hogy fú, atya úristen, azért itt jó lenne hosszabb távra is tanyát verni és állomásozni, de ez biztosan nem most fog megtörténni, úgyhogy indulás van haza. És akkor ezek szerint ugye te csodálatosnak találtad Floridát és Miami-t, ahogy téged fogadott ez az állam és ez a város. Milyennek találta a Forma 1? Nyilván nem, itt nem kell itt az összes embert végigbeszélni, se időnk, se módunk rá, de milyen az összkép? A Forma 1 milyennek találta a fogadtatást Miami-ben? Versenyzők, csapatfőnökök, akikkel erről tudtál beszélni, mit szóltak a helyszínhez? Nagyon örülök annak, hogy ezt a kérdést így ebben a formában tetted fel, mert... Pedig az... nem beszéltük meg előre. Igen. Nézd, én nagyon például még a szurkolók részéről és a közösségi médiában megfogalmazott kommentek alapján én azt láttam, hogy ez egy roppant-roppant negatív megítélése lett ennek a versenynek. Addig ez itt a helyszínen ennek totálisan az inverze, az ellenkezője. Én azt mondom, hogy most először mondhatjuk el azt, hogy a Forma 1 tényleg Isten igazádéból otthonra lelt Amerikában. Olyan elképesztő szeretet, olyan elképesztő érdeklődés fogadta a sportot itt, hogy én bevallom őszintén, erre nem számítottam. Jártam már korábban Forma 1-es versenyen Amerikában, Austinban, de ugye az olyan volt, hogy tudtad nagyon jó, hogy ott van a verseny, de úgy Isten igazándiból a helyieket nem nagyon bírta lázba hozni. Viszont most először tapasztaltam olyat a világnak ebben a szegmensében, hogy reggel a boltban arról vitatkozott két ember, hogy most akkor a Gasly a jobb, vagy a Tsunoda a jobb. Például most, hogy beszédtéma volt, az embereket valóban foglalkoztatta, és ez nem csak a legszebbek, leggazdagabbaknak volt a kiváltsága. Tehát nem csak őket hozta lázba ez, hanem a helyi emberek is jelentős és komoly érdeklődést mutattak a Forma 1-re. Az, hogy azon az oldalon a felsőbb 10 000 oldalán mi történt, az pedig önmagában is megér egy misét. Hát beszélgessünk is szerintem még erről egy kicsit. Ami a körítést illeti, én őszintén megmondom, nagyon fájlaltam azt, és ezt ugye érintettük ezt a kérdést a beharangozó adásban is, hogy itt a hazai sajtó nagy részében, tisztelet a kivételnek, gyakorlatilag a kamu marinára, a mesterséges jakkikötőre fókuszáltak, és mint hogyha ez a tény, hogy ezt odaépítették, ugye megbeszéltük a beharangozóban, hogy ez miért történt, az mintha mindent háttérbe szorított volna, minden mást, és én azt éreztem, hogy sokan egyszerűen, lehet, hogy nincs igazam, de én úgy éreztem, hogy nem látják a fától az erdőt, és a fa ebben az esetben a kamu marina, és ez alapján, tehát mintha árnyékot vetne az egész nagy díjra, miközben szerintem azért ez mégiscsak egy huszadrangú dolog a nagy egészet nézve, nem? A nagy egészet nézve is huszadrangú dolog, viszont ha alapvetően azt nézed, hogy milyen orbitális állatságok fogalmazódtak meg ezzel a pályának, ezzel a kis csücskével kapcsolatban, az tényleg eldobja az ember az agyát. Tehát még olyan emberektől is, akiktől azért azt várnád, hogy atya úristen, azért ebben nem mennek bele ilyen szinten. Tehát
egyrészt fogtam magam, és megérdeklődtem, hogy mi is ennek a háttere, amiről ugye beszámoltunk a futam előzetes adásunkban. Aztán pedig el is sétáltam oda, hogy lássam a saját szememmel. Ugye ez úgy lett állalva otthon, hogy mert ezek olyan bolondok, hogy csináltak, nincs kikötőjük, és csináltak maguknak egyet, hogy ott sütkérezhessenek. Szó nem volt ilyenről, újfent csak azt tudjuk mondani, hogy egy jaktokkal foglalkozó vállalkozás borzalmas mennyiségű pénzt tett az asztalra annak érdekében, hogy itt egy jakt kiállítást meg lehessen tartani. A helyi szervező pedig úgy gondolta, hogy ebből profitra tud szert tenni, ráadásul látványosság lehet a hétvége folyamán azok számára is, akik egyébként nem tehetik meg azt, hogy vásároljanak maguknak egy jaktot, úgyhogy belement ebbe a megállapodásba. Egyébként és ott... Bocsánat, és ha jaktokat akarok kiállítani, akkor tegyem betonon vagy füvön? Tehát, hogy igazából ez a művíz, mi a bánatra tegyem a jaktot, hanem arra? Igen. Tehát ez mire tudta volna tenni? Ez, döbbenet. Nem, igazán túl sok szót nem akarok már fecsérelni erre, én csak annyit szerettem mondani, hogy egy számomra teljesen érthetetlen az, hogy a hazai sajtóban és meg a nemzetközi sajtóban is, hogy mi a szentséges Istenért csak és kizárólag erre kellett felhúzni ezt a dolgot, miközben volt egy olyan látványosságunk, ami egyébként önmagában egy csoda volt szerintem. Tehát azt, hogy ezt ilyen szinten le tudták zongorázni, hogy a stadion környékére így húzták fel a pályát, hogy bele lett integrálva a stadion is, mint nézői komplexum. Én szántam rá időt, és elmentem, botorkáltam olyan helyeken, ahonnan a rajongók nézték a versenyt, és amondó vagyok, hogy az egyik legjobb ilyen rajongói experience szerintem a Miami nagy díj, ahol egyrészt kapsz egy teljes értékű Forma 1-es versenyt, egy Forma 1-es verseny hétvégén, illetőleg meg tudsz tekinteni egy olyan komplexumot, amilyen a Hardrock Stadion, ami egyébként csodálatos. Tehát szemben maradt szárazon, azt tudom mondani róla. Nem csak az NFL iránt érdeklődő emberként, hanem úgy általánosságban véve a sportért, meg a sport létesítményekért rajongó emberként is azt mondom, hogy szemben maradt szárazon olyan a Hardrock Stadion. És ugye a négy sarkából három sarok gyakorlatilag ilyen álló tribünként. Mert ugye ilyen érdekes csiga lépcsők vannak ennek a stadionnak a sarkainál, és ezeket a csiga lépcsőket ilyen teraszként használta gyakorlatilag az F1 ezen a hétvégén, tehát azokon a kis csiga lépcsőkön is emberek nézték a versenyt, és rettenetesen elégedettek voltak azzal, amit láttak. Beszéljünk egy másik érdekes aspektusáról még itt a hétvégének. Tulajdonképpen a hétvége első felének a körítéshez sorolnám én inkább. Két versenyző, két világbajnok, ahogy tetszik, 11 világbajnoki cím részéről láthattunk különböző ilyen protest jellegű megmozdulásokat a hétvége elején. Hogyha csak le akarom írni, mi történt, akkor ugye Lewis Hamilton teleaggatta magát ékszerekkel, a szokottnál is jobban. Sebastian Vettel pedig Supermannek az alsó gatya hordási szokásait idézte. Döbbenetes látvány volt, Vettel ugye a versenyzői overára húzott föl egy alsónadrágot, ami kontextus nélkül ugye úgy értékelt az ember, hogy Vettel megőrült, de hát ugye ez is egyfajta ilyen tiltakozó megmozdulás volt a részéről. Nem tudom, hogy ezeknek a, ugye Hamilton, ugye itt különböző szabályok, szigorítások ellen tiltakoztak Hamilton az ékszerviseléssel, Vettel pedig hát a mondjuk egy tűzálló gatyával kapcsolatos szabályok ellen tiltakozott ilyen furcsa módon. Milyen visszhangja volt ezeknek az akcióknak ott a helyszínen? Nézd, hát egyrészt megmosolyogtatott mindenkit az, hogy mit művelt a két úri ember. Ugyanakkor megosztotta a véleményeket a helyszínen is. Ez a két látványos protest, amit ezek az urak produkáltak. Ugyanis arra próbálták ők ezzel ráirányítani a figyelmet, hogy nagyon jó ez, meg nagyon örülnek annak, hogy ennyire foglalkoznak a biztonság kapcsán ezekkel az apró részletekkel, csak hogy mindannyian úgy gondolják, vagy ők ketten úgy gondolják, hogy vannak azért ennél fontosabb kérdések is, amiket meg kellene oldani. Ha a Hamilton szemszögéből vizsgálod, valamilyen szinten érthető is a protest azok után, ami Abu Dhabiban történt, közötte és a Nemzetközi Automobil Szövetség között. Abban a tekintetben talán érthető, hogy ő megpróbál valamilyen formában revansot venni, és ilyen látványos akcióval protestálta a szigorítás ellen.
Ugyanakkor az fontos hozzátenni, hogy például karórákkal is teleaggatta magát. Szám szerint 3 darab karóra volt rajta ezen a bizonyos pénteki sajtótájékoztatón, amikor beszélt. Ebből az egyik az azért volt különösen fontos, mert ezen a hétvégén mutatta be a csapatnak a karórás főszponzora. A márkát nem mondom, úgyis mindenki tudja. Az IVC-ről van szó. Az IVC ezen a hétvégén mutatott be egy új, a csapattal közösen megalkotott, megkomponált, először vágták a fejszéjüket ilyen projektbe egy új karórát, tehát hányszor került leírásra az, hogy Hamilton karórákkal raggatta tele magát? Viszonylag sokszor, nyilván ez egy médiaheknek se volt az utolsó. Ez egy nagyon jó megkomponált protest, és egyben médiahek is volt az ő részéről, amellett, hogy nyilvánvalóan az ő szemszögéből érthető, hogy van valamilyen szintű keserűség benne a Nemzetközi Automobil Szövetség irányába. Az, hogy Vettel is ráment erre a témára, az sem véletlen, hogyha megnézed az elmúlt másfél évben, Sebastian Vettel az, aki mindenféle ilyen közéleti témára megpróbál azért lecsapni, meg megpróbál valamilyen formában belekapcsolódni ezekbe az örvényekbe, és megpróbál. Ugye volt egy klímaváltozásra figyelmet felhívó akciója is a hétvégén. Meg nagyon sok egyéb más ilyen apró akciója is volt neki az elmúlt másfél évben, tehát amikor valami történik, akkor a Vetteltől is lehet ilyesmikre számítani mostanában. Érdekes egyébként Vettelnél, én ezt egy tehát ahogy mondtad, az elmúlt másfél évben, hogy ezt egy viszonylag új elemnek érzem, és nem tudom kinek, hogy, de nekem ez a Sebastian Vettel, ez úgy tök szimpi, ez az új arca neki. Lehet, hogy Lawrence Stroll közben szétidegeskedi magát, hogy hát néha Vettel úgy néz ki, mint egy hobó, ezt nem nagyon lehet ennél jobban leírni. De egy nagyon érdekes új oldaláról ismerhetjük meg így az elmúlt időszakban őt. Így van. Így és, van. És az én szememben legalábbis ő egy ilyen színesebb egyéniségé vált ezáltal. Mert azért vele kapcsolatban szerintem a karrierje bizonyos szakaszaiban lehetett ilyen idézőben hiányérzete az embernek, hogy olyan szürke figura néhány másik alakhoz képest. És hát lehet, hogy most így a karrierje vége felé találta meg magát. Na de... Nézd onnan, hogyha mondjuk ilyen mutatványokkal kevesebben rukkolt volna elő az elmúlt másfél évben, miről tudtál volna vele kapcsolatban beszélni? Hát arról, hogy miről is. Kellemetlen témákról. Na, ennyi. Leginkább. Na, nézzük meg kicsit a két főszereplőjét a hétvégének. Ugye Charles Leclercről és Max Verstappenről beszélünk. És én azt javaslom, hogy kezdjük a Ferrari-val, mert a Red Bull esetében az sem kizárt, hogy valamiféle díjat kapnak majd. Na de, erről majd később. Szóval kezdjük a Ferrari-val. Baromi jól indult ez a hétvége. És én azt gondolom, hogy van az a helyzet, amikor egy kettős dobogóval is nagyon csalódott lehet valaki egy második, harmadik helyel, akkor a Ferrari számára ez most az a helyzet. Mert jól néztek ki, az időmérő is jól nézett ki, ugye kisajátították az első rajtsort, ami hát különösen nagy eredmény annak fényében, hogy pénteken ugye Carlos Sainz bezúzta az autót, Sainz egy újabb hibát követett el, és hogy ezek után ő is vissza tudott jönni addig, hogy hát még a pole-ra is esélye volt a körének a felénél, úgy tűnt, hogy akár pole pozíciós is lehet, az mindenképpen egy ígéretes alaphelyzetet teremtett a versenyre, és aztán a versenyen meg igazából nem úgy tűnt, mintha Max Verstappennel szemben bármi esélye lenne Charles Leclercnek, egyrészt, másrészt pedig Sainznak is, hát nagyon meg kellett izzadnia azért, hogy megvédje a dobogót Perezzel szemben, és én gyanítom, hogyha Pereznek az a rejtélyes problémája nincsen, akkor az nem is sikerült volna. Mit mondott a csapat, akikkel beszéltél, akár nyilvános sajtóeseményen, akár kevésbé nyilvános beszélgetéseken, hogyha volt alkalmad vasárnap ilyenre, mi változott? Mitől nem volt meg nekik a versenytempójuk, miközben egy körön abszolút rendben voltak? Igazándiból én azt láttam, meg azt is hallottam viszont tőlük. Beszéltünk a versenyzőkkel is, meg beszéltünk háttéremberekkel is, és nekem egyértelműen az jött vissza, hogy a gumikezelés az, ami a különbséget teremtette.
a Red Bull és a Ferrari között, hogy ugye egy kör, az egykörös tempó az egy teljesen más tészta, mint amikor egy teljes versenytávról beszélünk. És itt még a versenytáv során, míg a kemény gumikkal teljesen jól bánt a Ferrari, meg teljesen jól működött vele, addig azért a Leclerc és meg a Sainz is kőkeményen rámutatott arra, hogy a középkemény az azért tehát a közepes gumi azért sokkal problémásabb volt a számukra. És hát tulajdonképpen a Red Bullnál meg teljesen mindegy, hogy milyen gumi van az autón, a versenytávot tekintve szenzációsan mennek. Elképesztő teljesítmény, meg elképesztő potenciál van abban az autóban. Még mielőtt a Red Bullra mennénk rá, szeretnék még két csapatot, legalább egyet, nem egy csapatot még bedobni röviden, ez pedig legyen a Mercedes. Az a Mercedes, amely egyre inkább, annak ellenére, hogy Lewis Hamiltonnak ugye voltak problémás hétvégéi, de továbbra is az a határozott benyomásunk lehet, hogy a Mercedes a harmadik erő, viszont én azt érzem, hogy ez bebetonozódik. Tehát nem látom azt a forgatókönyvet, rövid távon már mint, tehát így a közeli jövőben, vagy amivel a Mercedes bele tudna szólni a két nagy csapat csatájába. Persze várhatóak itt még fejlesztési csomagok, de ezt lassan én elkezdtem olyan csodavárásnak tekinteni, hogyha valaki még arról beszél, hogy a Mercedes még idén a bajnoki cím sorsában részt beleszólhat. Én is egyetértek ezzel, hogy bár ezt nyilván ki az olyan kommunikációval, meg olyan filozófiával nem lehet hozzáállni, hogy ez úgyse fog sikerülni. Nyilvánvalóan az a legjobb stratégia, hogyha azt mondják, hogy az égvilágon mindent megteszünk annak érdekében, hogy mi is benne legyünk a meccsben, előbb vagy utóbb. Én annyi változást érzékeltem a Mercedes kommunikációjában, hogy igazándiból azt mondják, hogy azért is dolgoznak gőzerővel, meg azért is dolgoznak 100 000-rel annak érdekében, hogy minél hamarabb visszatérjenek a közvetlen élmezőnybe, hogy győzelmekért is tudjanak harcolni, mert hogy már egyre többször emlegetik azt, hogy amit idén kikaparnak maguknak gesztenyét, az nagyon hasznos lesz a következő szezonban is. Tehát innen lehet igazándiból érzékelni, hogy valószínűleg ezt a sztorit, ezt már ők is elengedték, hogy idén érdemű bajnoki esélyek lettek. Ugye volt már Hamilton tett rá utalást Imolában arra, hogy akkor nagyon úgy tűnik, hogy ez a hajó elment. Most itt egy picit visszafogottabbak voltak a kilátásokkal kapcsolatban. Toto Wolff azért többször is rámutatott a hétvége folyamán arra, hogy az idei munkának a gyümölcsét, az idén elvégzett munkának a gyümölcsét, azt nagy valószínűség szerint már csak 2023-ban fogják learatni. Meglátjuk, hogy lesz-e mit aratniuk 2023-ban. Vissza fogunk majd még a díjazásnál is kanyarodni a Mercedesre, és én azt gondolom, hogy kezdjük is el a díjaink átadását. Valószínűleg senki sem szeretné, a hallgatók sem, hogy esetleg lekésd a repülőgépedet, és ott maradj Floridában. Vagy lehet, hogy még többen szeretnének, hogy... lehet, hogy olyan emberek is vannak, akik ennek örülnének, de erről most ne beszéljük. Szóval kezdjük meg a hétvége legkiemelkedőbb teljesítményét és eseményeit méltatni. Kezdjük a hétvége emberével. Egyezett a véleményünk a hallgatókkal. Ők is Max Verstappent találták a hétvége legjobbjának, azaz a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által megszavazott Best Followers külön díjat. Azt Max Verstappen kapta, és mi pedig csak egyet érteni tudunk ezzel. Nem volt tökéletes Verstappen teljesítménye sem, hiszen azért a hétvége egyik kulcsfontosságú pillanatában a pole pozícióról döntő körben hibázott. Annyit talán elárulhatunk, hogy ez egy olyan hétvége volt, amikor a pontozásunkban senkinek sem tudtuk a kerek 10-est kiosztani. Itt mindenkinek voltak azért kisebb-nagyobb problémái, de összességében Verstappen ugye vasárnap kompenzálni tudta ezt a szombati hibáját, és egy meglehetősen magabiztos győzelmet aratott Leclerc felett, amivel ugye ez a nagyon érdekes sor, mint a folytatódik, hogy Verstappen vagy
nyer, vagy kiesik. Ugye egyelőre ez látszik az idei évben. Nyilván tegyük hozzá gyorsan, hogy amikor kiesett, akkor mindkét esetben Leclerc mögül esett ki, tehát Leclerc két győzelmét azt nem lehet, nem is akarnánk, nem is lehet elvitatni. De hogy nagyon jól néz ez ki Max Verstappen szempontjából, és ahogy mondjuk három futam után azt mondhattuk, hogy Leclerc tűnik, ha meg kéne mondani abban az időpillanatban, hogy ki a bajnokság első számú esélyese, Leclerc tűnt annak, hát most, mintha ez azért úgy fordulna, és a pont hátrány ellenére is azt mondhatjuk, hogy a Verstappen Red Bull 2 és most egy kicsit jobban néz ki, mint a Leclerc Ferrari 2-s. Ebben a pillanatban igen, és ez továbbra is azt mutatja. Persze, bocsánat, ezt mindenki, tehát úgy értse, ahogy mondjuk, hogy ebben a pillanatban tudjuk, hogy rohadt hosszú a bajnokság, csak arról beszélünk, ami most van. Nagyon jól látod szerintem azt, hogy jelen pillanatban borzalmasan ígéretes a Red Bull, és nagyon jól, úgy tűnik, hogy nagyon jól áll a szénájuk. Ez kiváltképpen annak fényében ez is felértékeli a Verstappen-féle sikert, hogy tudomásunk szerint erre a hétvégére a Red Bull semmilyen fejlesztési csomagot nem hozott. Tehát nem. Van ugye ez az úgynevezett car presentation, amit pénteken tartanak, amikor a box utcába kirakják az autókat, és meg szemügyre lehet venni azokat a látható, szemben is látható újításokat, amiket hoztak az adott verseny hétvégére. Ezt minden alkalommal tételes listát adnak ki erről a Nemzetközi Automobil Szövetség és a Formula 1 arról, hogy melyik autón mit érdemes figyelni, meg ki mihez nyúlt hozzá, amit a csapatok lejelentettek. És a Red Bull esetében ebben a listában gyakorlatilag annyi volt, hogy semmilyen érdemű fejlesztést nem hoztak. A Ferrari-nál az autoprezentációs listában a hátsó szárny szerepelt kiemelve, hogy azon a területen dolgozták át Imolához képest az autót, tehát ők csináltak valamit, a Red Bull pedig, ezt több szakembert is kérdeztünk, azt mondták, hogy érdemi változtatást nem végeztek az autón. És megint sikerült behúzni vele egy futamgyőzelmet, ami egyrészt nagyon jól mutatja a Red Bull erejét, tehát hogy milyen sok van abban az autóban, illetőleg mutatja azt is, amiről a korábbiakban beszéltünk, hogy azért még mindig ennek a szabályrendszernek nagyon a kezdeti fázisában járunk, és apró nüanszok is tudnak különbséget teremteni. Persze, tehát nyilván egy folyamatos fluktuáció az legalábbis a két nagy ágyú közötti, hogy mondjam, relatív erősorrendben az várható. Ahogy mondtad, ugye itt például, hogy a Red Bull nem hozott fejlesztést, a Ferrari minimálisat hozott, ahhoz képest azért ennél jóval nagyobb csomagok várhatóak. Volt egy érdekes megnyilatkozás ugye azzal kapcsolatban, hogy a Red Bullnak a fenntartható-e a fejlődése, mondjuk így, ugye, hogy az a fajta fejlesztési tempó, amit diktálnak, az meddig vihető el? Nyilván a választ nem tudjuk. Tehát ugye a költségsapka által teremtett izgalmas helyzet, az tényleg egy új helyzet, és mondjuk a szezon második felében egy extra pikantériát adhat az, hogy a könyvelők világbajnokságán, ahogy ezt emlegettük, ott ki hogy teljesít majd. És hát érdekes lenne a színfalak mögé látni ebből a szempontból, hogy ki hogy áll a jelen pillanatban, ki hogy áll a költségekkel, és mennyi fejlesztési potenciál van. Nem az autóban, nyilván az is egy kérdés, az autóban mennyi van, de hogy a csapatok bankszámláján mennyi van a potenciál. Csacsogtam Imolában is Helmut Márkóval, és itt Miami-ban is, és borzasztóan magabiztosnak tűnt nekem. Nem csak ezzel, hanem úgy általánosságban véve mindennel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ebből érdemes-e bármit kiolvasni. Ugye volt az a kis közjáték, amikor Bahreinben erről beszélgettünk, hogy mondtam neki, hogy a rajtrácsod, hogy a hétvége folyamán már kétszer láttam mosolyogni, úgyhogy ebből azt a következtetést mondom le, hogy valami készül a Red Bullnál. Akkor az jót kacagtunk, aztán lement a verseny, ugye mind a két Red Bull kiesett, az utána már nagyon nem volt kedve neki humorizálni, meg mókázni ezzel kapcsolatban. Aztán... Igen, ez mondjuk érthető. Igen.
Igen. Aztán most így, ahogy beszélgettünk Imolában is, meg itt is szóban, ez egyszerűen megkerülhetetlen kérdés a költségsapka, meg a költségsapkának a fejlesztési ütemtervre gyakorolt hatása, de nekem a legkevésbé sem tűnt úgy, hogy akár csak egy picit is zavarba lenne a Red Bull a saját fejlesztési terveikkel, meg a saját fejlesztési ütemükkel kapcsolatban. Úgyhogy egyelőre azok alapján, a jelek alapján, amiből mi olvasni tudunk, meg amit mi látunk, kétenek vagyunk azt mondani, hogy a Red Bullnál egyáltalán nincsenek zavarban, de egyébként ez ugyanez igaz a Ferrarira is. No, lépjünk egyel tovább. A hétvége meglepetése, azt a javaslatot tettem, hogy a Mercedest nevezzük meg a hétvége meglepetésének, ennek is indoklom, hogy miért javasoltam ezt, mert a szombat után, sőt, látva a vasárnapi nagydíj első köreit, az, hogy végül ők bejöttek az 5.-6. helyre, ami ez azért kellett pár dolog, de én nekem ez meglepő volt. Tehát nem úgy tűnt ez a hétvége, ennek a hétvégének nagyon sok pontján nem úgy tűnt, hogy a Mercedes itt megfogja azt a harmadik helyet, mármint a csapatok erő sorrendjében, a csapatok sorrendjében megfogja a harmadik helyet, amelyet végül sikerült megtennie. Úgyhogy ugye tovább tart egyrészt George Russell nagy sorozata, hogy továbbra is az első ötben végez minden alkalommal, amihez hát most azért kellett egy safety car fázis. Szegény Lewis Hamilton meg ugye egy a safety car fázisnak köszönhetően kapott ki csapattársától, de hát vesztett ő már nagyobbat is safety car fázison, mint arra emlékezhetünk. De hogy amire ki akartam lyukadni, amiért én ezt meglepőnek érzem, az egyrészt ugye az, hogy az eddig kettejük közül stabilabbnak tűnő George Russell volt az ezúttal, akinek az időmérője csúnya véget ért. És hát a verseny elején, amikor Hamiltonot Gaslyval és Alonsoval kényszerült küzdeni, az nagyon nem nézett ki jól. Tehát nagyon nem úgy nézett ki, mint hogyha már egyfajta magára találásról beszélhetnénk a Mercedes esetében is. Még egyet kell említenem a delfinezés kapcsán, amit, bocsánat, muszáj egy kitérőt tennem. Tegnap egy kollégám az egyetemen azt javasolta nekem, hogy próbáljuk megreformálni a magyar Forma 1-es szaknyelvet, mármint te meg én. Hűha! Mert hogy a delfinezés, hogy a szerinte az egyszerűen egy tükörfordítás egy angol kifejezésnek, a pattogásra van egy szép magyar kifejezés, mi szerint pattog, mint kecske szar a deszkán. Jaj. És jaj, azt javasolnám, hogy próbáljuk ezt meghonosítani. Én kétkedve fogadtam ezt, de... Nem vagy vele egyedül. Gondoltam azért, fölvettem... Kora reggel ez így erős, bocsánat. Üzenjük a kedves kollégának, hogy ha lehetne, akkor nem most kezdenénk ezt beépíteni a magyar nyelvbe. Tájékoztatni fogom, de lehet, hogy hallja is az adást. Na, szóval a delfinezés. Tehát, hogy voltak olyan pillanatai a hétvégének, nyilván a beállításokkal játszadozott a Mercedes, amikor úgy tűnt, hogy ez egészen rendben van most a pattogás. És aztán amikor egyre gyorsabb és gyorsabb köröket futottak az edzéseken, akkor ugye gyakorlatilag ugyanazt láthattuk, mint eddig. Szerencsétlen George Russell úgy pattog föl le az autóban, hogy ez valami borzalom. Ugye volt is egy poén ezzel, annak kapcsán, hogy Lando Norris egy kosárlabda mintájú sisakkal állt rajthoz, hogy hát azt a sisakot igazából Russellnek kéne viselni, mert az ő feje pattog úgy, mint a kosárlabda. Ez a sisak az szenzációs volt egyébként. Óriási felhajtás volt a sisak körül. Tényleg le a kalappal Norrisnak és a Norris körül dolgozó marketing srácnak ezért a húzás. Ez szenzációs volt. Nem tudok rá mást mondani. Gyönyörű. Csodálatos. Mercedeshez nem tudom, hogy van-e még valami hozzáfűzni valód, vagy Norris kapcsán menjünk át a hétvége csalódására. Őszinte leszek veled, nem túl sok mindent lehet hozzátenni ahhoz a frappáns összegzés az, ahogy összefoglaltad, hogy mi a helyzet a Mercedesnél. Semmilyen jel nem utal arra, hogy óriási tudtak volna előrelépni. Megint úgy alakult, ezt viszont mindenféleképpen a számlájukra kell írni, hogy sikerült kihozniuk az egész hétvégéből az elérhető legjobbat. Ez így van. És ez azért
gyakorlatilag idén már nem először van így. Tehát, hogy amit jelen állapotukban elérhetnek, azt el is éri. Ezért mindenféleképpen jár nekik egy válveregetés szerintem. Ami pedig ugye Russellt és Hamiltont illeti, hát mondhatjuk azt, hogy Lewis Hamilton ismételten nem volt túl boldog, ahogy ugye utaltam rá, itt a stratégia az nem neki kedvezett. Persze ehhez kellett az a safety car, ami megérkezett, tehát itt tulajdonképpen Russell és az ő kis tábja tettek egyet a pirosra, és kipörgött a piros, itt ez történt, már nem a piros zászló, csak az, ugye egy kaszinós hasonlattal élve. Szóval, hogy mintha lenne egyfajta feszültség. Kicsi, tehát nem olyan, mint Hamilton és Rosberg között, vagy Vettel és Webber között, de hogy valami azért, mintha ott lenne kettejük között, nem? A külvilág számára talán annyira ebből nem látszik még semmi, de én is azt érzékelem, hogy a kommunikáció ellenére ugye folyamatosan azt halljuk Hamiltontól, hogy hát csapat van, meg a csapat érdek a legfontosabb, meg most az egyéni érdekeket félre kell tenni, de egy hajszányit, mintha érezném azt, hogy meg van húzgálva az oroszlánnak a bajsza. És ezt az oroszlán... Az oroszlán ezt nem élvezi. Ezt nem igazán élvezi, igen. Igen. Különösképpen itt lehetett ezt a feszültséget vasárnap érzékelni. Ugye azért Hamilton számára az Egyesült Államok egy kiemelten fontos vadászterület, ha szabad így fogalmazni. Igen. Ráadásul ugye ebben a hétvégi celeb cunamiban, ami különösen vasárnap, ami zajlott a paddockban meg a pályán, abban a celeb cunamiban azért Hamiltonnak is nagyon fontos szerepe volt. Tehát nagyon sok olyan híresség jött el, akik miatta jöttek el gyakorlatilag. Tehát az ő vendégei voltak, vagy a Mercedes vendégei voltak. Tényleg elképesztő neveket lehet mondani, hogy kik jöttek, akik az ő közvetlen baráti társaságába tartoznak, és egy ilyen napon, egy ilyen versenyen, amikor ilyen dolog történik, hogy a csapat fiatal tehetsége a nagy ember előtt végez, hát ezt el lehet képzelni, hogy ez mennyire sérti az ő önérzetét. Hát ebben egészen biztos vagyok. Hétvége csalódása, az előbb már beharangoztam Norris kapcsán, nem egyszerűen Lando Norris, hanem a McLaren. A McLaren, amelynek nem reménytelen a helyzet, mert Norris időmérős produkciója rendben volt, de hát egyrészt Daniel Ricciardo mintha ott se lett volna ezen az egész nagy díjon, az ember, aki ott se volt, ez volt Ricciardo, és hát Norris is azért belekerült egy nehéz helyzetbe vasárnap. A balesetben én szerintem vétlen volt, én azt úgy gondolom, hogy az inkább Pierre Gasly-nek a sara, mint Lando Norrisé, de hát összességében azok után, hogy az előző hétvégéken úgy tűnt, hogy a McLarennél megvan az irány, és akár még a Mercedes-t is megszuttyongathatják, sőt, meg is tették olykor, ugye, hogy akkor most ki is van az erős sorrend harmadik helyén, a Mercedes vagy a McLaren. Ahhoz képest most mégis inkább úgy tűnik, hogy ennek a McLarennek ez olyan pálya és helyszín függő, hogy éppen meg hétvége függő, hogy éppen mennyire jó, mennyire működik ez a csapat. Mert ez most nyilván nem volt annyira szörnyű, mint a szezonnyitón, de legjobban arra emlékeztetett az összkép, amit láttunk tőlük. Pláne annak fényében aggasztó a hétvégi produkció, hogy az Ibola után következett, ami meg ugye nagyon ígéretesnek tűnt. Abszolút. A McLaren szempontjából. Tehát nyilván nagyon vékony a jég, elnézést, hogy Floridából ilyet beszélünk, Miami-ról a rekkenő forróság hazájára, hogy a vékony égre beszélünk, de még egyelőre nem annyira stabil a lábuk alatt a talaj, ez a hétvége ezt tisztán rámutatott erre, úgyhogy van még mit dolgozniuk, a jó hír az, hogy ők ezt tökéletesen tisztában vannak ezzel, hogy van még tennivaló, meg van még fejlődnivaló, és dolgoznak is ezzel. Meg nyilván van miben kapaszkodniuk, tehát az, hogy bizonyos helyszíneken nagyon jól működött ez az autó, akkor legalább megvan az irány, hogy melyek azok a területek, amelyekkel foglalkozni kell. Tehát nyilván ez egy hálásabb dolog, mintha amikor egyszerűen az van, hogy bűnlassú az autó, és azt se tudod, hogy mihez nyúljál. De hát ahogy mondtad, ebbe azért bele kell tenni.
a melót. Én, az én magam részéről ez a hétvége csalódása díj inkább az ostorzó szeretetnek a kifejezése. Nincsen valami komoly elmarasztalás, az, hogy fiúk, ennél jobbat szeretnénk látni. Hétvége pillanata. Hát pozitívat vagy negatívat válasszunk. Nekem ez volt a nagy dilemmám. Mert ha pozitívat akarunk választani, akkor mondjuk azt mondom, hogy Max Verstappen verseny győzelemről döntő előzése, az nyugodtan megérdemli a hétvége pillanata megnevezést. De hogyha meg nem annyira pozitívat akarunk, akkor a verseny végi Mick Schumacher Sebastian Vettel csúcs találkozó, az egy elég érdekes és emlékezetes pillanat volt. Én rövidre zárom ezt a sztorit. Mégpedig azzal, hogy felkérlek, hogy adj egy pozitív csalódás és egy negatív csalódás titulust is, ezt a két esetet foglald össze, légy szíves. A pozitív melyik, pillanat és a negatív pillanat. Melyik miért? Igen. Hát nézd, az egyik ugye, önmagában én azt mondom, hogy mindig jó az, amikor egy versenynek a győzelme az egy pályán zajló előzéssel dől el, és ráadásul egy olyan előzéssel, ami nem ajándékba kapja. Nem a fecske hordta össze. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és én abba bízom, hogy egyébként ugye most is és tiszta maradt a csata kesztyűjük között megint. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a tavaly látottak után. Nem éreztem egyik fél részéről sem azt, hogy túlvállalná magát. Pedig, bocsánat, hogy a szabadba vágok, pedig most már eljutottunk arra a szintre, hogy ugye annyira nagy a nyomás a két versenyzőn ezzel kapcsolatban, meg annyira sokszor kapnak ilyen jellegű kérdéseket, ugye ők nem titok a gokartban, amikor gokartos koruk óta versenyeznek egymás ellen, és a gokartban nem nagyon szívlelték egymást. Nem, egyáltalán nem voltak jóban. Később azért normalizálódott a helyzetük, meg voltak periódusok, amikor úgy tűnt, hogy az arany generációnak a két jeles képviselője az már úgy teljesen megvan egymásra. Nincs is ezzel egyelőre semmi gond, viszont hogy így alakult a politikai helyzet, hogy ők ketten harcolnak a világbajnoki címért, ezt így a szakma, meg így a sajtó is, így elkönyvelte magának, hogy ebbe bele van kódolva az, hogy előbb vagy utóbb valami olyan atrocitás történik, amikor ezek ketten megint egymás nyakának esnek. És ugye, hogy azért pályán zajló csatáik is vannak időről időre folyamatosan, és egyelőre ezek a csaták ezek nagyon korrekt mederben zajlanak, tehát nem volt még olyan, ami nagy felhördülést váltott volna ki, viszont mindenki azt várja, hogy ebből előbb-utóbb csattanás lesz. És már ők maguk is beszéltek arról, hogy volt a hétvégének olyan fázisa, amikor ők maguk is beszéltek arról, hogy igen, lehet, hogy lesz olyan majd valamikor, de hát majd akkor foglalkozunk vele, amikor az lesz, most még nincs. Ez egy ilyen faramúci helyzet, tudod, amikor van valamiféle elképzelésed arról, hogy lehet, hogy ez megtörténik, az is lehet, hogy nem, de mikor már egyfolytában ezzel szívják a véredet, akkor előbb vagy utóbb te is elkezdesz arról beszélni, hogy hát igen, lehet, hogy lesz ilyen, de az is lehet, hogy nem. Tehát egy picit már így, mintha nyomás rájuk lenne rak, vagy akkor legyetek olyan kedvesek, valahol valamikor ütközzetek, mert erre vár a félvilág. Lehet, hogy ez megtörténik, de szerencsére nem most történt. Akikkel viszont történt, az ugye hát a mester és a tanítvány összecsattantak, ami nagyon-nagyon pikás. Azt ugye tudjuk, hogy Mick Schumacher és Sebastian Vettel viszonya egészen sajátos, és abban meg egyenesen biztos vagyok emiatt, hogy Schumachert bántja az a dolog, hogy pont Vettellel sikerült összetalálkoznia. Én abban bízom csak, hogy Vettel azért el fogja ezt neki nézni, már csak azért is, mert túl optimista előzési manőverekről azért ő is tudna hát mesélni. De azt hiszem ez is egy emlékezetes mozzanat lesz az első Miami nagy díjról. Ami pedig az adásunk legemlékezetesebb mozzanata lesz, azt szerintem most következik. Sanyi, ismertest kérlek a hétvége pusmorgását, a legizgalmasabb infót, pletykát, amit begyűjtöttél. Két dologról fogunk pusmorogni. Az egyik a sokatok által a Forma 1-be követelt Andretti istálló. A hétvégén az Andretti család aprajával, nagyjával sikerült beszélgetnem, pusporognom azzal kapcsolatban, hogy mik a kilátások, meg lesz ebből a kezdeményezésből
aminek most már nem először futnak neki, lesz ebből valamikor valami, és hát nagyon érdekes dolgokat hallottam. Az Andretti családtagjai szent meggyőződéssel állítják azt, hogy 2024-ben a Renault motoros Andretti versenyautó áll majd a Form 1-es rajtrácson. Tokkal vonóval Michael Andretti és Mario Andretti is letette a nagy esküt, hogy ez meg fog történni. Saját csapatot alapítanak, azzal fognak érkezni, és 2024-ben ott lesznek a rajtrácson. Úgyhogy akkor a másik irányból pedig azt hallom, amiről korábban is beszéltünk, hogy igazándiból azért senki nem ugrik ki a gatyájából amiatt, hogy egy új társaság készül beszállni, vagy készülne beszállni a király kategóriába. Ennek pedig az az egész egyszerű oka van, amiről itt is milliószor beszéltünk már, a pénz. Többfelé kellene osztani azt, ami a nagy közös kalapba bekerül. Emiatt van egyfajta ellenállás. Ezt úgy próbálja demonstrálni az Andretti család, hogy elkezdtek ezen a hétvégén aláírásokat gyűjteni a csapatoktól, amiben azt próbálják ezzel demonstrálni, hogy nem nincs azért olyan nagy elutasítottsága az ő projektjüknek az ellenfelek, az esetleges majdani ellenfelek részéről. Viszont hát, ugye erről is érkezett, szivárogtak információk, hogy azért egyelőre nem olyan nagyon sok aláírás szerepel ezen a bizonyos listán, én konkrétan kettőről tudok. Aláírta ezt a támogató nyilatkozatot az Alpin. Nyilván azért, mert ők lennének a motorszállítói ennek a társaságnak, illetőleg felkarolta ezt a kezdeményezést, nem kampányol, meg nem korteskedik mellettük Zac Brown és a McLaren, de a McLaren arra az álláspontra helyezkedik, hogy amennyiben egészséges csapattal, tehát nem egy olyan társasággal, ami ezersebből vérzik, és folyamatosan csak a gond van vele, meg amiatt kell aggódni, hogy most megszűnik, vagy nem szűnik, amennyiben egészséges háttérrel tudnak érkezni, akkor itt van a lehetőség, ők elfogadják az Andretti érkezését. Ugye ennek az Andretti formációnak a korona gyémántja Colton Herta lenne az IndyCar fene gyereke, akit hoznának magukkal, hogy beszálljon végre a Form 1-es mezőnybe. Colton Herta is jelen volt a hétvégén. Gyakorlatilag a hétvége minden apró rezdülésénél ott volt és mutatta magát, tehát egyre inkább nagyobb próbálja az Andretti család fokozni a nyomást a Form 1-es közösségen annak érdekében, hogy nyissanak ajtót, adjanak nekik utat, hogy ők is beszállhassanak a körforgásba. Pusborgás zsák aljáról még egy picike adalékot hoznék az imolai verseny hétvégéhez, mégpedig Charles Leclerc hibájához, amivel ugye azért jó sok pontot ott hagyott azon a hétvégén, úgyhogy én nekem személy szerint most is az az érzésem, hogy ez egy olyan hiba volt, amit nem volt muszáj elkövetni. Tehát meg le lehetett volna hozni azt a versenyt enélkül, a hiba nélkül is, és belebotottam Jock Clearbe, a Ferrari Akadémiának a fő patronusába, ugye ő az, aki a Ferrari akadémistáival foglalkozik, és őket is tápolja. És hát ugye Leclerc ennek a programnak gyakorlatilag a rangidőse. Most már világbajnoki esélyes, és kíváncsi voltam, hogy egyrészt milyen szinten tartja rajta a szemét, meg hogy mit lehet kezdeni egy ilyen helyzettel, amikor egy még nem világbajnok, de világbajnoki címre törő élpilóta elkövet egy hibát, hogy ez a versenyzői lélektan az ilyenkor hogy néz ki, hogy mit kell kezdeni, hogy kell vele beszélgetni erről, nem kell vele beszélgetni erről, tovább lép magától, segíteni kell neki, el kell beszélgetni vele, ki kell elemezni részletekben menően az, hogy mi történt, hogy történt, és nagyon tanulságos beszélgetés volt ez Jock Clearrel, mert érdekes dolgokat árult el arról, hogy Leclercnél nagyobb önmarcangoló gyakorlatilag a világon nem létezik. Tehát, hogy sokszor az olyan hiba, olyan dolgokért is magát okolja, amikhez az égvilágon semmi köze nincsen. Tehát nem egy olyan karakter, aki mindig mindenért mást hibáztat, hanem elsősorban mindig saját magában keresi a hibát. Specifikusan ezzel az imolai esettel kapcsolatban pedig azt mondta ez a jó ember, hogy,
hogy nagyon hosszú, meg nagyon mély beszélgetéseket kellett folytatni vele a kockázatkezeléssel kapcsolatban. Hogy mi az, amikor érdemes, mik azok a helyzetek, amikor érdemes belemenni olyan dologba, amin sokat lehet veszíteni, tehát érdemes kockáztatni, meg mik azok a helyzetek, amikor nem szabad ilyenbe belemenni. Azt rettenetesen marcangolta magát Leclerc amiatt az imolai hiba miatt. Ugye a kommunikációja neki folyamatosan az volt, hogy hát igen, tovább lépett, nem rágódik tovább ezen és a jövőre koncentrál, de érdekes volt meghallgatni egy ilyen kulcsfontosságú háttérembernek a magyarázatát is, hogy mégis hogy kezelte ő le ezt a helyzetet. És hát tulajdonképpen azt mondja, hogy egyszerűen elfogadhatatlan számára minden, amikor valami úgy alakul, hogy ő valamit nem jól csinál. Érdekes, de meg az, hogy egy világbajnoki címre hajtó abszolút top pilóta is hát szüksége van arra, hogy mélyreható beszélgetéseket folytasson egy olyan szakmabelivel, aki ennyire sok mindent látott, meg tapasztalt, mint amilyen Joe Clear. Ők is csak emberek, azért ezt elég nyilván, sokszor elmondjuk, nyilván. Hogy ezt ne felejtsük el. Ezek emberi lények. Hát ugye mondtad, hogy Leclerc arról elmélkedett Joe Clearrel, hogy mikor érdemes kockázatot vállalni, és mikor nem. Hát mi most kockázatot vállalunk, hiszen ismertetjük a pontjainkat. Márpedig ezt a saját testi épségünkre tesszük kockára, nem? Igen, márpedig ugye jól tudjuk, hogy a hétvégének, bocsánat, a futamértékelőnek ez az a része, ami a legjobban felborzolja a kedélyeket. Menjünk neki, én elkezdem a Mercedes-szel. A teljes hétvégi teljesítményt figyelembe véve George Russellnek 7, Lewis Hamiltonnak pedig 6,5 pontot adtunk. Jöhet a Red Bull. Verstappen 9 pont, Checo Perez, akit az édesapja, politikus édesapja is elkísérte erre a fontos hétvégére, 7 pontot kapott a Formula Podcast-től. Nézzük a Ferrarit. Leclert láttuk jobbnak, aligha meglepő módon. Az ő produkcióját 8-asra értékeltük, Carlos Sainz pedig 6,5 kapott. Voltak jó és rossz pillanatai is a hétvégén. Érkezünk a McLarenhez. Lando Norris 6,5 pont, a nagyon halovány Daniel Ricciardo pedig 5 pont, viszont én egy kis piros pontot is beírok neki. Daniel Ricciardo ugye hírhetten nagy amerikai futball rajongó és a Buffalo Bills a kedvenc csapata, meghívta erre a hétvégére Josh Allent, a Buffalo Bills irányítóját, aminek én kifejezetten örültem, mert egy végtelenül szimpatikus játékosról van szó, és sikerült elkapni néhány gondolat elejéig, és jó tudni azt, hogy amerikai futball szinten is ennyire imádják a Forma 1-et, mint ahogy Josh Allentől hallottam. Hát ez valóban. Sokan vannak, azt mondta, hogy nagyon sokan vannak az NFL-ben, akik figyelemmel kísérik a Forma 1-et, és egyre nagyobb lelkesedésre teszik ezt. Jól teszik. Istennek hála. Mi pedig az Alpine-ra figyelünk egy pillanatra. A pontszerzéstől büntetése miatt eleső Fernando Alonso produkciója 6-ost ért, a időmérőről saját magát kigolyózó, de utána nagyot mentő Esteban Oconnak pedig összességében 7 pontot adtunk. Alfa Tauri következik, a Norris-szal atrocitásba keveredő Pierre Gasly 6 pont, Yuki Tsunoda úgy szintén 6 pont. Kár Gaslyért, mert amúgy ez egy szép hétvége volt, aztán hát történt, ami történt. Aston Martin, itt azért biztató jeleket vélhettünk felfedezni, különösen azt tekintve, hogy miután rajtrács végére száműzték őket, ugye Stroll pontszerzésig jutott, Vettel pedig pontszerzésig juthatott volna, hogyha nem támadja meg őt Mick Schumacher. Összességében a produkciót Vettel esetében 6,5-re, Stroll esetében 7,5-re értékeltük. Strollnak ez most rendben volt. Ez teljesen azért alkalomattán, amikor úgy van, nem sokszor kapunk kritikát, hogy túlságosan kemények vagyunk ezzel, vagy azzal, például Strollal, amikor megérdemli, azért méltatjuk is, szerintem. Nem? És most megérdemli. Most bizony nagyon megérdemelte, majd még egy a külön díjaknál még lesz egy picike Aston Martin. Hát igen, Stroll megérdemelte a szép szavakat, na de ki az a versenyző, aki hát nem érdemelt ilyesmit? Egy másik kanadai, a Williams kötelékében. A Williams kötelékében kapirgáló Nicholas Latifi. Hát,
Nem tudok jót mondani, bármennyire szeretnék, de az egészen szörnyű az, hogy ő sem tud semmi jót mondani. Nagyon nem fekszik neki ez a jármű, ezt nem is titkolja. Gyakorlatilag eljutottunk arra a szintre, hogy kimondja most már kerekperec azt, hogy a legkisebb mértékben sem tud maga biztos lenni a volán mögött, annyira nem ura a helyzetnek, annyira nem fekszik neki ez a technika. Ez pedig a Formula Podcast kapott pontszámán is meglátszik, 3,5 pontot adtunk a kanadainak. Alex Albon viszont kinyitotta a pont podgyászt, több értelemben is, ugye pontokat szerzett, ami ezzel az autóval azért nem kis fegyvertény, és hát nagyot szakított nálunk is, ugyanis a teljesítményét 8 pontra értékeltük. És a pirosas hajjal villantott. Igen, igen, igen. Jól áll neki. Meg ez a Williams is jól áll neki. Tényleg. Egyetlen gondolatot szeretnék még a Williamshez hozzátenni, azt, hogy egyre inkább körvonalazódik az, hogy valami nagyon nincs ott rendjén. Jártamban, keltemben azt hallom, hogy olyan információk szivárognak ki a házutájáról, hogy nem nagyon találják a ritmust ezzel az autóval. Annak ellenére sem, hogy Albon alkalomattán ilyen örömborzsákkal rukkol elő, mint például ez a mostani pontszerzés. Lépjünk át az Alfa Romeo-ra, ahol Valtteri Bottasnak a másodvirágzása az összességében tovább tart. Most 7,5 kapott tőlünk, ha nincs a versenyvégi hibája, akkor még többet is kapott volna. De hát összességében az egész verseny hétvégén partiban volt Lewis Hamiltonnal, és a verseny hétvége legnagyobb részében előtte volt. Az nagyon rendben van, úgyhogy Bottas 7,5. Joe-nak a versenye rövid volt, túl sokat nem tudunk róla mondani, nem is fogunk, ez egy 5-ös lesz most. Te pont ezzel kapcsolatban ment a poénkodás a Media Centerben, amikor a versenyen azt a hibát elkövette, hogy lehet, hogy azt hiszi, hogy még mindig a Mercedesnél versenyzés. Louis is faster than you. Nem. Ez csak egy kósza poén volt. Persze, persze, persze. Ennyi. Na. Megyünk a házhoz, zárul a pontlistánk. Nem nagyon van mit ragozni, ez sem. Mick Schumachernek is, Kevin Magnussennek is 5 pontot adtunk. Ez egy sovány hétvége volt. Sovány hétvége volt, amelyen ugye Schumacher kicsit erősebbnek tűnt Magnussennél, de hát a versenyvégi hibával ezt viszont azért sikerült az addigiakra, mint egy árnyékot vetnie. No, ami hátra van, az egyetlen kötelességünk, de annál fontosabb, külön díjakat kell átadnunk, amit engedelmeddel én meg is kezdenék. A nem olyan régen újabb történelmi lépcsőfokot elérő Ronnie O'Sullivan külön díjat szeretném az én nagy kedvencemnek, Fernando Alonsónak kiosztani, aki hát azért jobbról-balról koccolta a különböző autókat a verseny folyamán. Mint egy jó snookerjátékos, szépen a koccanásokat ide-oda lepakolta. Hát szegény Alonsónak nem ez volt a legjobb hétvégéje. És amit még mindenképpen szeretnék, mert átadom neked a szót, egy igen nagy citromdíjat a televíziós rendezőnek átadni, mert... Notóriusan lemaradt a kulcsfontosságú mindenről. Pillanatban. Tehát, szörnyű. Hogy azt gondolom, és ezt minden viccet félretéve mondom, hogy sokkal unalmasabbnak tűnt ez a verseny, mint amilyen valójában a tévés közvetítés miatt. Így van. Történtek dolgok, és több mint a felét nem láttuk. Nem láttuk, vagy késve láttuk, vagy óriási volt a felháborodás a pedokban, meg a sajtóteremben is, hogy ez a rendezés, ez egyszerűen tragédia volt, szó szerint. És ez már nem először fordult elő idén. Igen, de én azt gondolom, hogy ennyire rossz nagyon régen volt. Tehát ez egy kirívó. Kirívóan rossz produkció volt. Remélhetőleg előbb vagy utóbb az illetékesek meghallják az ezzel kapcsolatos visszajelzéseket, és történnek majd lépések ennek érdekében. Tehát például egyszerűen értetetlen, hogy miért nem használnak kép a képben opciót. Tehát, hogy meg lehetne mutatni több dolgot is, meg lehetne mutatni valamit visszajátszásban is, hogyha közben lenne egy kis kép a képben. Ami persze. Ez azért nem annyira ördöngős, óriási, bonyolult dolog. Igen, ez akkor 2022-t írunk, tehát lehessen már ilyet megoldani. Igen, nem? Ennyire borzalmasan egyszerű.
hogy nem kell folyamatosan, csak bizonyos kulcsfontosságú helyzeteknél, amikor öldöklő csata dúl az első helyen, és valamit meg akarnak mutatni, ami mögöttük van, akkor az ne menjen már ennek a rovására, hogy lemaradunk olyan dolgokról, amik az élen történnek. Felháborító. De mondom, nem egyedül vagyunk, akik hőbörögnek ezzel kapcsolatban, sőt valamilyen szintű protest is megfogalmazódott már ezzel kapcsolatban a FOM irányába, hogy valami történjen ezzel, mert ez nem állapot, mert idén nem először történt már ilyen. Na és a magas vérnyomás külön díj, az idegeskedő világbajnokság futam győzelme, szerinted kihez kerüljön most? Na hát, ha már az idegeskedő világbajnokságot nem felejtetted el, ezért beírok neked egy piros pontot szépen. Örülök neki, hogy nem feledkeztél meg erről a competitionről. Hát több jelölt is van. Az az igazság, ezen a hétvégén is öldöklő küzdelem zajlott azért, hogy ki zsebelje be a Miami fordulónak a győzelmét. Günther Steiner például egy potenciális esélyes volt az idegeskedő világbajnokság külön díjára ezen a hétvégén, de én szerintem nála sokkal idegesebb volt Hamilton. Amiatt, hogy a kedvenc terepén Amerikában egy ekkora felhajtással övezett versenyen nem úgy megy a Mercedes, ahogy azt ő szerette volna, nyilvánvalóan ez ebben a közegben ő csak a győzelmet tartotta volna elfogadhatónak. De nem elég, hogy nem jó a Mercedes, még a fiatal csapattárs is meghúzgálta a bajszát az oroszlántak, úgyhogy én amondó vagyok, hogy Lewis Hamilton-t hirdetem ki az idegeskedőnek. Győztesének, nem tudom, hogy egyet értesz-e velem, megszavazod-e. Érvelésed meggyőzött. A hétvége vaddisznója, hát nehéz a választás, hogy Gasly vagy Schumacher legyen, de én itt meg Mick Schumachert szeretném választani. Remélem, hogy mindenki elnézi ezt nekem. És még egy külön díj, az arany frigider külön díj. Szerinted kiknek szeretném adni? A benzint hűtögető Aston Martinnak, úgy sejtem. Hát bizony. Hát hallod. Túlhűtötték a benzint, és ezért indultak Box utcából mindkét Aston Martin. Az önmagukhoz képest már, hogy a csapat idei formájához képest egész jó rajthelyek helyett, és ráadásul a versenyen meg is mutatták, hogy itt egészen versenyképesek voltak, hiszen ugye a pontzónak közelébe ért mindkét autó, és Stroll végül pontot is szerzett. Hát azért ez kellemetlen. Tehát ilyenen bukni az nagyon kellemetlen, nem? Igen. Ha más nem, egy külön díjat nyerjenek. No. Még egyet fognak nyerni, mégpedig a nagy hiányzó külön díjat szeretném kiosztani Lawrence Strollnak. Csak nem. Aki nem volt itt ezen a hétvégén, ami egy teljesen szokatlan dolog, egyáltalán nem jellemző a gyereknek a pályafutása kezdete óta. Gyakorlatilag, én nem tudom, tehát egy kezeden meg tudod számolni, hogy hány olyan verseny volt a go-karttól kezdve, ahol Lawrence Stroll nem volt jelen az adott verseny hétvégén, ahol a fia is versenyzett. Most viszont nem volt itt. Ennek pedig állítólag az az egyszerű oka van, hogy azért maradt Európában, mert hogy kőkeményen nyomja továbbra is ezt az Audi-s vonalat, hogy szeretné meggyőzni az Audit arról, hogy az Aston Martin az a csapat, amiben a leginkább érdemes fektetni, akár úgy is, ahogy azt az előző adásunkban erről beszéltünk, hogy felvásárolják az istállót, meg az autógyárat is. Hát nagyon izgalmas, hogy mi fog történni. Nyilván a Volkswagen sztori önmagában nagyon izgalmas, és a következő évekre is nagyon sok beszédtémát szolgáltat nekünk, de hát igen, az Aston Martin sorsa is egy tisztázatlan, és valószínűleg még sokat tárgyalandó kérdés. Elérkeztünk az adás végéhez ezzel. A kiköszönésünk, előre bocsátom, hogy nagyon rövid lesz, mert Sanyinak indulnia kell a reptérre, úgyhogy csak kettő dologra szeretném gyorsan felhívni a figyelmeteket. Az egyik az, hogy a Formula Podcast Facebook csoportban átléptük a 4000 főt. Komolyan? És aminek nagyon örülünk. Komolyan átléptük? Aha, tegnap. Aztán egész pontosan, sőt, tegnapról mára éjszaka. Jaj, és jó. Aki még nincs bent a csoportban, azokat arra biztatjuk, hogy lépjen be és járuljanak hozzá az 5000-es mérföldkőhöz. Persze ne ezért gyertek, hanem azért, mert tök jó kis beszélgetések szoktak ott kialakulni. A másik pedig, ami ennél is fontosabb, hogy állandó partnerünk a tibormodel.com, ugye
versenyautó és egyéb automodelleket árusító webáruház egy kis akcióval kedveskedik a Formula Podcast hallgatóinak. Egészen május 17-éig ingyenes a kiszállítás Magyarország teljes területére. Ehhez a fizetés előtt a formula.hu kódot kell megadni a tibormodel.com-on, ez csupa kisbetűvel, formula.hu. Természetesen ezt az információt a Facebook csoportunkban is közzé fogjuk tenni ennél részletesebben, de nagyon fontosnak tartottam, hogy az adásban is hangozzon el. Ennyi volt a Miami nagy díj értékelője, jelentkezni fogunk, ígérni nem tudunk, valószínűleg a jövő hét elején, ugye az a legbiztosabb, ha nem ígér semmit, mert az be tudott tartani. Azt hiszem, hogy... Ebben... parkodunk. Bocsánat, ez egy picit hektikusabb lett ez a menet, mint ahogy azt terveztük, vagy gondoltuk, majd kompenzálunk benneteket. Mindent el fogunk követni, ezért Sanyi, neked nagyon jó utat hazafelé, várunk itthon. Köszönöm, köszönöm. És kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet, köszönjük, találkozzunk hamarosan, ciao, sziasztok! Sziasztok! Műsorunk támogatója a tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával. Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast.